Köszöntelek benneteket! Vasárnap a fátyolfelhők már kevésbé fogják szűrni a napsütést, viszont fontos arra odafigyelni, hogy ezekben a napokban már egyre erőteljesebbé válik a napnak a hatása, ami egyet jelent azzal, hogy bizony az UV-sugárzás értéke is egyre inkább eléri majd az erős kategóriát. Viszont térjünk is vissza egy kicsit magára a fátyolfelhőzetre, erre mutatok is nektek egy műhold animációt. Itt az látszódik, hogy bizony a hazánktól délnyugatra örvénylő mediterrán ciklonnak a vastag poros felhőzete az hazánk fölé húzódott, és nem csak a tegnapi nap, de bizony valamelyest azért a mai nap időjárását is jelentősen befolyásolta. Viszont ez a felhőzet várhatóan visszavonulót fúj, ugyanis a ciklon az távolodik is, valamint gyengülni is fog. És bár a hétfői nap folyamán egy súroló hidegfront érintheti majd a Kárpát-medence térségét, viszont ezt követően már egyre melegebb levegő érkezik fölénk. A légtömeg határ viszont eléggé a közelünkben helyezkedik el, tehát a hűvös levegő sem lesz messze. A kérdés csupán az, hogy mikor érheti el a Kárpát-medencét ez a hűvös levegő. Erről, illetve ennek a bizonytalanságáról pedig majd a videó végén mutatok nektek egy fáklya diagramot. Előtte nézzük meg, mire számíthatunk az előttünk álló éjszaka folyamán. A napközben kialakuló záporok, zivatarok azok fokozatosan lecsengenek majd, a felhőzet pedig várhatóan vékonyodni fog, valamint szakadozgatni is, viszont összességében azért így is sok maradt felettünk a magas szintű felhőzet. A minimum hőmérsékletek pedig 7 és 13 fok között alakulnak. Aztán holnap napközben a fátyolfelhőzet az várhatóan tovább csökken, illetve szakadozik majd, viszont megjelennek gomoly felhők is az égen, összességében azért a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Emellett pedig záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Nagyobb számban ezek megjelenésére egyébként az ország északi részén van nagyobb esély. A csúcsértékek azok pedig 21 és 27 fok között alakulnak. Aztán hétfőn még a magasra törő gomoly felhőkből van esély arra, hogy kialakuljanak záporok, zivatarok, viszont ezt követően már országszerte szárazra fordul időjárásunk, és bizony fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Fagyos szentek idején a csúcsértékek egyes részeken akár a 30 fokot is elérhetik. Ezt követően viszont a légtömeg határ közelsége miatt jelentősen megnő a prognózisnak a bizonytalansága. Itt is jól látható a hőmérsékleti tagokban, hogy milyen nagy a szórás. Én ezzel most szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és tartsatok velünk holnap is. További szép hétvégét kívánok nektek, sziasztok!